Bár a járvány miatt még zárva tartanak, de már készítik a tavaszi dekorációt az Újfehértói Művelődési Házban. A járvány előtt heti egy rendezvényjel vártak a helyeket a Kulturális Központ három intézmény egységében. A múzeumban, a könyvtárban és itt a Művelődési Házban. A színházteremben 360 ülőhely van. Havi rendszerességgel tartottak felnőtt és gyermek színházi előadásokat, valamint koncerteket. A pandémia után tovább bővül a program kínálat a nyár folyamán egy zajti szeretnénk nyitni a kollégákkal, ahol élő és koncertekkel, táncos előadásokkal várjuk az érdeklődőket, és főleg ugye a fiatalokat, családokat, idősebbeket. Gyermekek részére, felnőtteknek ugyanúgy irodalmi előadásokat szeretnénk, ugye történelmi, helyismereti előadásokat, főleg a nagy ünnepkörökhöz kapcsolódóan. Ahhoz, hogy színvonalas rendezvényeket tarthassanak, egy tavaly nyert pályázatnak köszönhetően megújul a színház teljes fény- és hangtechnikai rendszere. új önkormányzata emellett több beruházása nyert még forrást. A tokai és a Vasvári pál utcán hamarosan elkezdődik a csapadékvízhálózat kiépítése. Egy nagyobb nyári zápor esetén az úttesten akár térdigérő víz is lehet, amelyet mindenképpen kezelnünk kell, és most az elmúlt hetek csapadékos időjárása megmutatta azt, hogy újféltom még nincs az a pénz, amit ne lehetne csapadékvíz hálózat fejlesztésre elkölteni, hisz a városunk a megye egyik legmélyebben fekvő pontján van, és itt a víz összegyűlik, és nem tudjuk hová vezetni, ezért is nagyon fontos, hogy minél több forrást tudjunk csapadékvíz hálózat fejlesztésre fordítani. A település Májvás kerti részében is felújítják és bővítik a csapadékvízhálózatot. Valamint egy nyertes pályázatnak köszönhetően nagyobb forgalmú utak kapnak új útalapot. A tervek között szerepel még az egyik legforgalmasabb szakasz, a Kossuth-Lajos út felújítása. A lakossági igényekre való tekintettel a hálózat külterületi bővítésére is pályázik új fehértó.